Egyre nő a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket kínáló pénzintézetek száma. Az új hiteleket szeptember 1-től lehet majd igényelni, így a fogyasztók még több intézet kínálatából választhatják ki a számukra legkedvezőbb lakáshitelt. Köszöntöm a stúdióban Lekli Zoltánt, a Szabos Takarék Szövetkezet fiók igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Pontosítsuk, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy minősített fogyasztóbarát lakáshitel. Minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére alakították ki a hitelintézetek, és azért van erre szükség, hogy az ügyfelek minél átláthatóbban, minél jobban össze tudják hasonlítani az egyes termékeket. A lakás célú hitelek vonatkozásában elég széles a termékpaletta, tehát erre mindenképpen szüksége van az ügyfeleknek. Milyen szempontok szerint érdemes válogatni az ügyfeleknek az egyes lakáshitelek közül, hogyha olyan sokféle van most már? Mindenképpen érdemes megnézni a lakáshitelek vonatkozásában, hogy az adott termék milyen kamatperiódussal rendelkezik, milyen kamatfelárral rendelkezik, milyen egyszeri költségek merülhetnek fel, valamint a folyósítás kapcsán az egyes hitelintézet milyen kamatkedvezményeket biztosít az egyes adott ügyfél részére. Mekkora a verseny az egyes pénzintézetek között, mekkora a mozgástere a pénzintézeteknek, mennyire szoros a szabályozás? A szabályozás mindenképpen szoros, ugye az MNB ellátja a felügyeleti jogkört is. Mozgástere igazság szerint a hitelintézeteknek az adható kedvezmények vonatkozásában van, nyilván az egyes terméktípusok vonatkozásában is felelhetőek különbségek, de a fogyasztóbarát, a minősített fogyasztóbarát lakáshitel ennek a szabályozására, vagy ennek a szabályozására is jön létre lényegében, mert egy maximumot ad a hitelintézetnek arra vonatkozóan, hogy a lakás célú hitelével kapcsolatban milyen maximum értékeket, milyen maximum kondíciókat, kamatfelárakat használhat. Mekkora különbségek lehetnek így az egyes ajánlatok között, azok alapján, a szempontok alapján, amiket az imént említett? A minősített fogyasztóbarát hitel esetében a Magyar Nemzeti Bank egy maximum 3,5%-os kamatfelárat állapított meg. Ez a maximum kamatfelár egyébként a referencia kamathoz rakódik hozzá, és ebben lehet mozgástere az egyes hitelintézetnek, de természetesen, hogyha kivetítjük ezt a különbséget egyéb termékekre is, a fogyasztóbarát lakáshitel terméken kívül, akkor ez a spektrum ez egyre szélesebb lehet. Tehát a lakás célú jelzálog hitelek piacát, hogyha megnézzük most, akkor a 2,5%-os kamatfelártól akár az 5-6%-os kamatfelárig is terjedhetnek az intervallumok. Igazság szerint ez az befolyásolja, hogy az egyes ügyfél milyen kamatkedvezményre jogosult, valamint egyéb milyen terméket választ még a portfóliójába, hogy így fogalmazza. Hogyan befolyásolja a havi törlesztő részletet mondjuk a kamatperiódus megválasztása? A kamatperiódus megválasztása az abból a szempontból érdekes, hogy minél hosszabb kamatperiódusú terméket választunk, ez akár lehet fix termék is. Ez azt jelenti, hogy a kamatfelár is nagy valószínűséggel ennek a párhuzamnak a folyamányán tovább fog emelkedni, és egy fix termék, egy magasabb kamatperiódusú termék, az magasabb törlesztő részletet is eredményezhet. Ennek igazság szerint ott fizetjük meg az árát, hogy egy biztonságosabb terméket kapunk természetesen, mert kisebb a mozgástér a törlesztő részletek változásában, de ezt valahol meg kell fizetnie, úgymond a hitelintézet részére. Pontosan ez azt jelenti, hogy ha valaki nem vállalja annak a kockázatát, hogy mondjuk 3 évente emelkedni fog ez a bizonyos hitelkamat, hanem azt mondja, hogy ő biztosra akar menni, és 20 éven keresztül ugyanezt a kamatot akarja fizetni, vagy lehet, hogy sokat mondtam, nem tudom, van egyáltalán 20 éves futamidő, de gyakorlatilag inkább vállal mostantól, a periódus elejétől egy magasabb kamatot, de az végig fog húzódni az egész hitel futamidő alatt. Tehát, hogyha visszakanyarodunk a fogyasztóbarát hitelhez, igazság szerint ott is egy elvárás, amit megfogalmazott a Magyar Nemzeti Bank, hogy 3-5-10 éves, és akár elvárás lehet a futamidő végéig meghatározott kamatperiódus. Egyébként most, hogyha
az alapot vesszük figyelembe, jellemzően 5 és 10 éves kamatperiódus, ami elvárt vagy elvárható a Magyar Nemzeti Bank részéről, és ezek forognak a legjellemzőbben is a piacon. Tehát a futamidő végéig kitolt kamatperiódus az nem igazán piacképes, tehát azt nehéz beárazni a hitelintézet számára is, hogy 20 évig ugyanazt a törlesztő részletet fizesse az ügyfél. Mekkora az igény a lakáscélú hitelek iránt? Ugye még mindannyian jól emlékszünk erre a bizonyos devizahitel sokra, nyugodtan mondhatom, ami jellemezte azt az időszakot. Most viszont az új lakáscélú kedvezmények és szociális juttatások gondolom azért megmozgatták ezt a A lakáscélú hitelek piaca mindenképpen fellendülőben van, tehát elmondható azt, akár a mi fiókunkban is, a Szabos Takarék Szövetkezet Kossuth utcai fiókjában vagyok fiókigazgató, és elmondható, hogy a lakáscélú hitelek volumene hétről hétre növekszik, az ezzel kapcsolatos családi otthonteremtési kedvezmény igény is meghatározó. Itt mindenképpen meg kell említeni az otthonteremtési kamattámogatott hitelt, ami egy fix termék lényegében, fix 3%-on működik, és természetesen ezek a kedvezmények, valamint az alacsony lakáspiaci hitelek generálják ezt a folyamatot, és egyre többen szeretnének új lakást vásárolni, használt lakást vásárolni, nagyobbba költözni, tehát ez mindenképpen növeli a volument. Ugye a minősített fogyasztóbarát lakáshitel szeptember 1-től igényelhető. Mennyire készültek már fel erre a pénzintézetek? A Magyar Nemzeti Bank honlapjára, weblapjára a termékismertetők már feltöltésre kerültek. Szeptember 1-től remélhetőleg működni fog az a webes felület is, amin már konkrét összehasonlításokat lehet végezni. Igazság szerint ez lesz majd nagy segítség az ügyfelek részére, mert nyilván a termékismertetők böngészése az nem feltétlenül ad még megfelelő alapot arra, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb kondíciót. Várhatóan ez szeptember 1-ével el fog indulni. A hitelintézetek, köztük a Szabos Takarék Szövetkezet is felkészült erre. Ugye ennek volt egy pályázati mechanizmusa, ahol a Szabos Takarék Szövetkezet a Takarékbankon keresztül beadta a megfelelően paraméterezett termékét, és amelyet a Magyar Nemzeti Bank elfogadott, tehát mindenképpen mi ezeket a paramétereket tartani szeretnénk, de el kell, hogy mondjam még azt is, hogy egyébként a Szabos Takarék Szövetkezet az eddigi termékeivel, lakáscélú hiteltermékeivel is közelített a fogyasztóbarát minősítéshez, tehát nekünk minimális cizellásra volt szükségünk ahhoz, hogy megfeleljünk a Magyar Nemzeti Bank követelményeinek. Lekli Zoltán, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ebben a műsorban. Én köszönöm.